Nagyon szép szombat délelőttöt kívánok mindenkinek. Újra itt vagyunk, karantén kukták. Ugye szombatonként, ezt mindig elmondom, szombatonként a Veresett Színház külön kiadásaként működik a karantén kukták. Ugye ilyenkor a Veresett Színház oldalán is láthatóak vagyunk, és természetesen azért színházi külön kiadás, mert ilyenkor a Veresett Színház egy társulati tagja a vendégünk, és az ő kedvenc ételét készítjük el szombat délelőttönként. Ez a mai napon úgy fog történni, ugye ezt a múlt héten elmondtam nektek, hogy a mai napon, a mai szombaton Dósa Matyi lesz a vendégünk. Én vele nem nagyon találkoztam még, megmondom őszintén, nem dolgoztunk egy előadásban, de nyilván azért látásból ismerjük egymást, úgyhogy premier lesz ma, mert ma fogunk szerintem életünkben azt hiszem másodjára beszélgetni. Viszont én őt az anyukájával beszéltem a héten, és azt meg kell, hogy mondjam nektek, hogy egy tündéri anyukája van, úgyhogy ezt majd neki is el fogom mondani, hiszen ugye fogjuk őt majd hívni messengeren, ilyen videós hívásban, nem nagyon értek hozzá. De nyilván csak meg kell nyomni egy gombot, és akkor láthatóvá fog válni Dósa Mátyás, Dósa Matyi, ugye egy nagyon népszerű színművészről van szó, és az ő kedvenc ételét fogjuk elkészíteni. És a mai napon van egy kis csavar a műsorban, hiszen a mai napon még a Matyi sem tudja, hogy mi lesz a kedvenc étele. Nyilván ő tudja, hogy mi a kedvenc étele, csak azt nem tudja, hogy melyiket fogjuk ezek közül elkészíteni. Szerintem nem nézi a műsort, vagy remélem, hogy nem nézi a műsort, nem tudom. Nem tudom, te látod, hogy esetleg bejelentkezette, de ha nem nézi, akkor nektek elárulom csak így fű alatt, hogy egy nagyon finom zöldbab levest fogunk főzni, ami az anyukája saját receptje, és ezt majd megmutatom nektek, átküldte nekünk a receptet, leírta és átküldte, hogy hogyan kell ezt készíteni, egy isteni finom levesről van szó, és egy desszertet is fogunk készíteni, ez pedig a tiramisu, vagy tiramisu, ugye ki hogy mondja. Anyukája mondta nekem, hogy szereti a hókiflit is, mondta, hogy annak azért nem állnék neki. Tehát azzal még várjunk egy picit, bár ma délelőtt beszéltem Alexel, és azt mondta, hogy milyen jó ez a karantén, mert kitanulok egy új szakmát is. Igen, de azért a hókiflivel még várjunk, úgyhogy tiramisu lesz, és zöldbableves. Na, úgyhogy ezt fogjuk ma elkészíteni. Ugye a héten is voltak kihívottjaink, karanténkuktáink, Erdélyből főztek nekünk, Szatmárnémeti mellől, Kiskolcsról, egy nagyon kedves hölgy, aki valami irgalmatlan menüt készített, és egyszerűen nem értem, hogy a pacalleves, a töltött káposzta hogyan fért bele neki egy órába. Nem tudom. Nem, mi valamit valószínűleg rosszul csinálunk, de ő főzött nekünk a héten, és hát még két karanténkuktánk volt a héten, az egyik Balázs Andrea volt, aki egy nagyon finom paprikás krumplit készített egyszerű és megismételhetetlen módon, hiszen ahogy ő mondta, elbénázta a dolgot, ezért kitörölte a videót, de se baj, mert az Andi megígérte nekünk, hogy csinál egy pótfőzést, mert hogy már a sajtó is érdeklődött irányba, úgyhogy ezt valószínűleg jövő héten fogja pótolni, és akkor már majd a jó gombra fog nyomni a videó végén. És hát történelmet írtunk a héten, egész egyszerűen történelmet írtunk, mert hogy Csonka Bandi, Csonka András, ugye aki a Faragó Andrásnak volt a kihívottja, főzött nekünk, hát főzött, igen, egy elképesztő menüsorral jött Bandi, mégpedig rántotta a la Brandi módra, ezt készítette el nekünk, és hát egész egyszerűen írt internet történelem, ami történt, hiszen lassan 53 ezer megtekintésnél tart az ő apró pici rántottája. Tehát, hogy én itt szombat délelőttönként meggebedek, leizzadok, itt vagyok másfél órát, és még így is rekordot döntöttünk a múlt heti műsorunkkal, ami 1300 megtekintésnél tart, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük. Hát igen, na, mit tesz egy popdal? Na mindegy, szóval ez történt a héten, úgyhogy, de most megint szombat van, és én azt hiszem, hogy, ja igen, amit még szerettem volna nektek mondani, hogy holnap anyák napja van, hát most ez egy nagyon nehéz helyzet, hiszen én sem találkoztam az anyukámmal már, hát szerintem több mint két hónapja, és ráadásul ő, hát csányi család, tehát ugye erre nem tudok mit mondani, ő lábon kihordott egy influenza vírust, amiről először azt gondoltuk, hogy koronavírus, de a háziorvosa szerint influenza vírusa volt, úgyhogy a hét az elég nehéz volt ebből a szempontból, de nem tesztelték le, azt mondta neki az orvos, hogy influenzás lett, nem is az anyukám lenne tulajdonképpen, ha ő ezt nem pont most
kapja el, de hál' Istennek már jobban van. De hát ugye nem tudom meglátogatni, mert most főként ugye karanténba került, tehát igazából még a boltba sem mehetne le. Viszont én tegnap írtam egy anyáknapi verset, amit most így szeretnék előadni nektek. Megtanultam, de kicsit izgulok, úgyhogy inkább puskázok. Tehát anyák napjára, drága édesanyámnak. Szeretlek, drága édesanyám. Nem, előre a kezem elrontottam. Szeretlek, drága anyukám, nagyon. Bár te most karanténban vagy. Ol. Vigyázz magadra, kérlek, édesanyám. Ne menj a boltba csak 9 előtt és 12 után. Tartsd a távolságot, hordjál kesztyűt és maszkot. Az anyák napi csokrot szeptemberben megkapod. Hát így készültem én az anyák napjára, és hát virág nincs, de vers van, ez a lényeg. Na, azt hiszem, hogy mindent elmondtam, illetve még egy nagyon fontos dolog, még a férjem itt vett egy nagy levegőt közben. Hát csak én is szeretnék mindenkit köszönteni, ja, igen, nagyjából az adás végénél. Puszolok mindenkit. És többek között nagyon-nagyon örülök. Egyrészt ugye Pacu Gabi is már néz minket, illetve Plesa Robert. Jaj, szia Robi, de imádlak. Ő ugye a Kolozsvári Operának a tagja, igen, igen. És nagyon-nagyon jó barátunk, úgyhogy már ő is itt van, az adást nézi, úgyhogy... Nagyon sokszor puszillak benneteket, és alig várom, hogy lássalak már benneteket. És ilyenkor mindig meghatódom, úristen, én ilyen bőgős vagyok, úgyhogy na, veszek egy nagy levegőt. Múlt héten itt a Csák Érdinával beszélgettem, és rendesen elbőgtem ma van beszélgetés után, úgyhogy erre vigyáznom kell, hogy ne bömböljek itt, mert jól vagyunk, lelkesek vagyunk, túl vagyunk megint egy héten, én már annyira vékony vagyok, hogy gyakorlatilag nem látszódom a videón. És egy dolog, amit el akartam mondani itt a műsor elején, hogy egy nagyon jó hírt jelentett be Alex, ugye Mennyige Sándor, a színház igazgatója, mégpedig, hogy hosszas tárgyalás után Jeff Baronnal egyeztetve, jövő héten szombaton, nem akarok utaságot mondani, jövő héten szombaton megtekinthető lesz a Jó estét, Mr. Green című előadása a színháznak, ami egy megrendítő előadás, ugye Székhelyi Józsefnek ez volt az utolsó fellépése, előadása a színháznál, és hát gyakorlatilag, ha jól tudom, ez volt az az előadás, amit ugye utoljára játszott talán 2 héttel a halál előtt. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó hír, hiszen azért Jeff Baron nem. Tehát, hogy ő egy nagyon nagy író, és ő ebbe beleegyezett. Ez azt is jelzi, hogy az előadás méltó arra, hogy feltegyük ezt az internetre. Úgyhogy jövő héten jön az előadás. No, hát remélem Matyi még mindig nincs itt, mert hogy ugye mai napon az ő kedvenc ételét fogjuk elkészíteni, és remélhetőleg csak a messenger beszélgetés, videóbeszélgetésnél fog kiderülni, hogy mi ez az étel. Ez egy nagyon finom zöld bableves lesz. Ezt úgy készítjük el, ugye ahogy mondtam nektek, beszéltem anyukájával, és ő elmondta, el is küldte a receptet nekünk, hogy hogyan kell ezt elkészíteni, hogy tegnap este csináltunk egy alaplevet, ami este 11-ig főtt. Úgyhogy ezt megcsináltuk, ebbe csülköt főztünk bele, és füstölt húst. Úgyhogy a csülköt azt itt láthatjátok, ugye anyukája azt mondta, hogy ő ebből szokott csinálni sóletet, meg szokta sütni. Hát ezt most mi is megsütjük, úgyhogy ez most így, ahogy van, én erre teszek egy kis vizet, és ki fogjuk sütni sütőben, és ez azért lesz jó, mert a férjemnek lesz a jövő héten ebédje. Közben újabb-újabb nézők vannak, Biacsi Laci bácsit is üdvözöljük, illetve a tegnapi karanténkuktánkat Jónásné Varhol Gyöngyit is. Szia Gyöngyi, isteni volt az a menü, amit tegnap készítettél, hogyha arra járunk legközelebb, Szatmárnémeti környékén, Kiskolcson, akkor mindenképpen meg fogunk látogatni, ezt most nem megígérem neked. Úgyhogy köszönjük szépen egyrészt, hogy részt vettél ebben a kis játékban, műsorban, és hát mondom, irgalmatlan menüt készített tegnap a Gyöngyi, tehát meg hát betekinthettünk egy picit az erdélyi konyhába, és ez mindig jó dolog. Egyébként ez is egy erdélyi recept, mert hogy borsikafű van benne, amit én eddig még soha nem használtam, mert gyakorlatilag nem is tudtam, hogy mire jó. Egyébként diétázóknak szokták ajánlani fekete bors helyett. Borsikafű ugye Erdélyben egy nagyon elterjedt fűszer, ott nagyon sokat használják, és talán a Gyöngyi is használta a borsika füvet,
és egy picit utána néztem, hogy ez egy milyen fűszer tulajdonképpen, és már az ókori görögök és a rómaiak is ismerték, az ókori rómaiaknál a szatíroknak a kedvenc gyógynövénye volt, gyakran használták szerelmi bájitalokhoz, szerelmi kötésekhez és szexuális zavarokhoz. Úgyhogy uraim, egyszer azt olvastam, hogy Magyarországon minden ötödik férfinak szexuális problémái vannak, úgyhogy hajrá! Gyöngyi közben üzeni, hogy hát szívesen vár. Mindenképpen megyek. Na, és akkor itt ő az alaplé. Ő a csodálatos alaplevünk. Hát őt elkészítettük előre, mert azért 4 óra hosszat beszélgetni azért egy eléggé húzós dolog lett volna. Tehát szerintem a félszínházat leinterjúztathattuk volna, hogyha ezt végigvárjuk, amíg elkészül. Igen, és akkor én egy picit puskázok, mert nem a telefonnal akartam itt szütykölni, ugye a pici recepttel, hanem azért kiírtam magamnak. Hát ez tulajdonképpen most már mindjárt for, most ha ebbe beleteszem a babot, ez sárga hüvelyű babot írt a Matyi anyukája, de hát ugye most még azért elég a szezon elején vagyunk, és még csak konzervbe sem kaptunk, úgyhogy fagyasztottat vettünk, és ilyen zöldet. Most valószínűleg ezt belerakom, akkor le fogja hűteni az egész leves, de nem baj, mert... És még nagyon picit húzzuk, azt mondja, balra az edényt, mert féloldalasan melegszik. Ne a forrót kézzel, nem ad ki. Én már ilyenkor ordítok a fájdalomtól, pacuga üzeni, hogy húzzál papucsot. Miért? Miért húzzak papucsot? Ezt most miért mondod? Válaszold meg, kérlek. Miért nem tetszik az oknim, vagy mi van? Nézd meg, tök jó kis oknim van. Én nem szoktam itthon papucsot hordani egyébként, tehát ezt bevallom őszintén. Az öcsém ilyen papucs hordó, neki külön kellett venni ilyen vendégpapucsot, mert nekünk nincs is itthon ilyen. Úgyhogy neki külön kellett venni, mert ő nem hajlandó papucs nélkül mászkálni a lakásban. Tehát ezt nem is értem, mert hogy itt bent tisztaság van, tehát ha kimegyek, felveszem a cipőm, kint cipőben vagyok, de ha bejövök, leveszem a cipőm, és zokniba jövök tovább, tehát ergo nem tudom behozni a koszt. Szóval ezt a logikát nem nagyon értem, de valóban vannak ilyen papucs hősök, mint a tesóm is. Na, beletettük a babot. Ez most szépen elkezd melegedni, igen, és aztán összefőni, megpuhulni. És akkor utána most háttal állok nektek. Igen. Beletesszük a petrezselymet is. Ilyen friss, vágott petrezselymet, mert nem volt vágva, hanem ugye ezt már én vágtam össze. Rusztikusra. Rusztikusra, azt mondta az uram, hogy az úgy nem jó, mondtam, hogy dehogy nem. Hát én mondottam, hogy picit azért apróbra. Jó, mindegy, jó lesz ez. Beletettük a petrezselymet, szépen sorban. Aztán, egyébként a múlt heti főzésről csak annyit, hogy ugye egy rettenetesen egyszerű recept volt, tehát egy rakott csirkemell, egyikének a kedvenc étele, és a tejfölös szószból egyetlen egy összetevőt hagytunk ki, ami az egész tucot összetartja, ez a tojás. Kihagytuk belőle. Amit ti már nem láttatok, az annyi volt, hogy gyakorlatilag egy ilyen vizes lében úszott az egész hús. Borzalmasan nézett ki. Az íze nem volt rossz, de szörnyen nézett ki. Na, beletesszük a zöld paprikát. Ez nem zöld. De ez volt a boltban. Úgyhogy kineveztük zöld paprikának. És beleteszünk még répát, ilyen nagyra vágott répát. Tulajdonképpen a leves az ennyi lesz, illetve ami a fontosabb része lesz a levesnek, hogyha felfort. Ugye a babnak nem kell sok, tehát ezt nem főzzük azért olyan irgalmatlanul sokáig. Viszont ennek a trükkje az a rántás. Ugye? Amiről én mindig azt gondolom, hogy egy milyen egyszerű történet, na hát, majd most meglátjuk megint, hogy nem az. Ja, Baddira visszatérve, nagyon aranyos volt a műsorban, mert mondta, hogy vett egy nagyon faszántos tepsit, nem ilyen. Serpenyő, bocsánat, lábas, tök mindegy. Mondta, hogy gránitból van, az uram szerint az nem gránit, hanem öntött vas. Mindegy, ő gránitnak hívta, lehet, hogy így adták el neki. De mondta, hogy igazából nem nagyon szokott benne főzni, viszont amikor először elővette, akkor azzal a mozdulattal leejtette ezt az öntött vas vagy gránit serpenyőt, és letört a füle. Valószínűleg nem volt olcsó az a cucc egyébként, de azzal a lendülettel a füle letört, és ezt ő úgy használja, hogy így lejön ugye neki, de hogy így vissza tudja egy picit rakni.
Tehát nem tudom, hogy ezt a 3 kilós serpenyőt, én attól rettegtem végig, hogy nehogy magára borítsa a forró rántottát, és nehogy visszavezethető legyen rám, hogy ez az egész miattam van, mert én találtam ki a karantén kuktákat a férjemmel. De hál' Istennek megúsztuk baleset nélkül, úgyhogy nem volt ilyen probléma. No, beleraktunk mindent a levesbe. Na most a rántással annyit azért vigyázunk, hogy ezt nem most kell még elkészítenünk. Nem. Akkor hát azon meg kell várni, amíg fölforra a levesünk. Akkor megint a gyilegombáról kell beszélgetni. Hát? Tudod, mit fogunk akkor csinálni? Ugye a hús is sül, felhívjuk a Matyit. Hát tulajdonképpen 4:12-nél tartunk, az első ételünk az már készül, a második az kicsit könnyebb lesz, mert azért egy tiramisut összerakni. Igen. Még azért a hósikafűről azért akartam egy picit beszélni, ugye, hogy ez egy Erdélyben egy kifejezetten elterjedt fűszer, ott nagyon szeretik használni, Magyarországon annyira nem, pedig isteni íze van egyébként, mi tegnap jöttünk rá erre. És ahogy mondtam nektek, az ókori görögök, romaiak is ismerték már, görögök például a boraikat ízesítették vele. Valószínűleg attól lett valami nagyon pikáns íze. Ugye a rómaiak szexuális zavarokra is használták, de egyébként manapság is használják például teának, mert nagyon jó hasmenésre, gyomorgörzsre, puffadásra, rovarcsípésre, kiütésekre. Tehát ezekre mind nagyon jó a borsika fű, és kolbászos ételekhez, húsokhoz, és a káposztás ételekhez nagyon-nagyon azt mondják, hogy nagyon-nagyon jó a borsika fű, illetve kiemeli a tojások, halak és a sajtok ízét is. Úgyhogy ennyit a borsika fűről. Tehát most beszélgethetnénk a hüvelygombáról, illetve hogy vírusos vagy bakteriális-e a fertőzésem, de inkább felhívjuk a Matyit. Mert hogy? Ugye a mai délelőttön Dósa Matyi a vendégünk, akinek a kedvenc ételét fogjuk elkészíteni, és ő ezt valószínűleg még nem tudja, hogy ez mi lesz. Mindig izgulok az interjúk előtt, mert nem vagyok egy, tegnap éppen mondta az Alex, ugye a Karant Mi című műsorban Nellyvel beszélgetett, hogy nem tudok olyan jól kötni, mert nem vagyok újságíró, tehát ő is azt a szófordulatot használja, hogy na jól van Nelly, akkor és beszélgessünk másról, tehát hogy én is valami ilyesmit fogok használni. Úgyhogy 11-17 van, én azt mondtam a Matyinak, hogy 11 és 11:30 között hívjuk, úgyhogy teljesen időben vagyunk. Reméljük, hogy egyébként azt mondta, hogy nagyon várja és nagyon örül, hogy ez így alakult. Halló! Szia, Matyi! Jaj, de örülök, sziasztok, hogy itt vagy! Szia, drágám! Most csak éppen egy tök jó műsort néztem, egy főzős műsort, és pont belecsöröttél, de jó, oké. Na, hát nagy szeretettel üdvözöllek. Mindjárt oda foglak fordítani a kamerának, mert ez ilyen fapados történet, tudod, hogy te itt vagy, és akkor mutatunk a kamerának. Bár nekem van egy laptopom, amit most kipróbáltunk, amit tudod, át lehet alakítani ilyen táblagépé, de nem mertem, mert nem mertem megkockáztatni. Itt vagy? Igen, itt vagy. Hoppá. Jó, oké. Hát itt vagyok, valami történt pedig. Igen. Akadozol egy picit. Igen. Aha. Ülj le a wifi mellé. Nem tudom, az oka. Vagy maradj így, mert most jó. Jó. Oké. Okay. Okay. Na, jól van. Akkor mutatlak a nézőknek, jó? Ugye most... Szia, Matyi! Igen, most a férjemet fogod látni, igen, aki kamerát. Nos, hát ugye most a Vereses Színház oldalán is megyünk, úgyhogy tulajdonképpen most a Vereses Színház nézői is látnak minket, úgyhogy nagy szeretettel köszöntünk téged. Matyi, még nem tudod, vagy akkor már tudod, hogy mi a kedvenc ételed? Hát néztem a műsort, igen, megtudtam, hogy mi a kedvenc ételem. Az egyik kedvencem a zöld pandemás, és nagyon szeretem. Így van. Igen, ezt fogjuk elkészíteni. Én ugye beszéltem anyukáddal a héten, és hát meg kell mondjam, hogy nagyon-nagyon aranyos volt. Én teljesen el voltam ájulva. És gondolkodtam ott, hogy elmondjam-e vagy sem, de szerintem elmondom. Ugye azért hívtam fel, hogy megtudakoljam, hogy ezt a receptet hogyan is kell elkészíteni, de ő annyira belejött abba, hogy ő mondta, igazából kérdezni nem nagyon tudtam semmit, úgyhogy mikor letettem a telefont, azon gondolkodtam, hogy megcsinálta helyet. Hogy nem vagyok előrébb tulajdonképpen, de annyira jó volt őt hallgatni, ő mindig ilyen vidám, ilyen felszabadul. Igen, mindig vidám, mindig fontosan beszél és mondja, nagyon szeretem, néha kicsit túltörög, de nagyon szeretem.
Igen, és azt gondolom, hogy ő is rajong érted. Olvastam az interneten valahol, hogy amikor ugye te abban a sorozatban játszottál, akkor ő mindent elrakott, ami megjelent erről mindenféle sajtó orgánumban. Ja, igen, ezt mai napig gyűjti, hogyha valami újságcikk megjelenik Szolnokon is, vagy Budapesten, bárhol, akkor azt mindig kéri, hogy vigyen el neki, és akkor ezt lefűzi a mappába. Azt a mindenit. Na, Matyi, hogy vagy? Első kérdésem, hogy hogy vagy. Tudom, hogy hülye kérdés, de... Közben kicsit lentebb vesszük a tüzet. Én csak nyugodtan. Köszönöm kérdéseteket. Hát igen, a körülményekhez képest azt kell mondjam, hogy jól vagyok. Szerencsére még így munkám is volt. Pont tegnap volt a premierünk online. Erről mesélj már egy picit nekünk, hogy ez mi volt. Hát ugye próbáltunk valamit mégis csinálni, hogy a nézőket megtartsuk és kitalálni. Először olyan online olvasópróbát tartottunk, amit még ugye nem volt nyilvános a nézőknek, de aztán gondolkodtunk, hogy mi az, amit lehetne csinálni, és hát természetesen azon kívül, hogy be se tudunk énekelünk videóba, próbáltunk olyat kitalálni, ami még így nem volt így a karantén szak alatt. És mivel mi itt össze vagyunk zárva Szolnokon, a színészlakásban több színésztársammal együtt, ezért kitaláltuk, hogy hát akkor csináljunk egy karanténmesét, de úgy, hogy mivel mi úgy is össze vagyunk zárva, és igazából mi egymásnál nagyon nem tudjuk fertőzni, ezért meg a színház adott engedélyt, hogy itt a színműhelybe, ami pont itt van a színészház mellett, a kis stúdió színpad, hogy ott felállíthatunk egy greenboxot, és gyakorlatilag ott forgathatunk olyan körülmények között, amikhez természetesen megszabtak nekünk, hogy maszkba, kesztyűbe forgathatunk, egyszer csak max. 2 perc lehet a stúdió színpadon. Úgyhogy úgy próbáltuk megoldani, és ez a greenbox technika, meg gyakorlatilag ilyen videótrükkökkel oldottam meg azt a részét, hogy amikor közös jelenetek voltak, hogy egymással vannak vetítve az emberek, és olyan, mintha egyszerre lennének színpadon. És nekem már gyerekkorom óta, tehát én amikor a sorozatban is játszottam, mindig is a vágás érdekelt a legjobban, mindig ha nem a kamera előtt voltam, akkor a kamera mögött álltam, és vagy operatőrködtem, vagy a vágószobába ültem. Úgyhogy ezt a tudást próbáltam kamatoztatni, és még tovább fejleszteni magam. Úgyhogy ez a másfél-két hónap nekem így a karantén időszakban erről szólt, hogy képeztem magam online, és megcsináltuk ezt a mesét, amit mondtam, bemutattunk, és nagyon nagy sikert, mert most bejelentkeztek, nem akarom elárulni még inkább, de már többen jelentkeztek, hogy megvennék ezt a kis mesefilmet, mert ez se nem színdarab, se nem rajzfilm, hanem így a kettő között van, tehát ugye nem mozdulok el innen, csak nem tudok ülni beszélni, mert mindig járkálok közben. Na, szóval, hogy egy olyan új stílus hoztuk létre, ami még igazából ilyen még volt. Még nem. És tervezitek, hogy lesz ennek folytatása? Azt mondtad, hogy ezt ugye akkor valószínűleg, hogy fogjátok tudni vinni, vagy el tudjátok adni, úgymond, de hogy lesz folytatás? Tehát tervezitek? Hát ez már nem csak igen, lesz folytatása. A darab folytatása úgy fog kinézni, hogy igazgató úr tegnap megnézte szintén Balázs Péter a kis mesefilmünket, és mondta, hogy természetesen ezt jövőre akkor bevisszük a színházba. Úgyhogy a mesének ilyen rész, tehát ilyen szinten van folytatása, és magának ennek a technikák is szintén van, felkért, hogyha gondolkodjunk közösen, hogy ez a következő projekt, amit közösen csinálhatunk, és hát mivel most egy olyan kis mesét készítettem, ami egy jó referencia anyag is, ezért bízom benne, hogy számítanak a segítségembe, és nagyon szívesen részt is veszek ebben. Nagyon izgalmasan hangzik, akkor neked eddig tulajdonképpen nagyon hasznosan töltődött a karantén, hiszen egy új dolgot sikerült létrehozni. Eddig hasznosan, most pedig éppen... Így van, és most pedig egy új élet következik, mert elköltözöm minden Szolnokról, most egy pár hétre, fölmegyek Budapestre. Aha. Éppen most épp pakoltam össze a bőröndömet, meg a táskámat, hogy majd lassan elindulok, csak gondoltam meg a titeket, és még beszélgetek veletek egy kicsit, és utána indulok Budapestre, hogy közelebb legyek a családomhoz is, a páromhoz is, mert ugye így, hogy Szolnokon vagyok, így kevesebb tudok velük találkozni, de így közelebb lettek hozzájuk.
Tehát akkor neked tulajdonképpen Budapesten van a bázisod, oda megy haza, de azért nagyon sok időt töltesz Szolnokon, hiszen már most 2007 óta vagy ott, ugye, hogyha jól emlékszem. Igen, aztán most, vagy szeptembertől kezdődik a 14. évadom Szolnokon, de igen, 14 éve vagyok itt, de azért elég sokat vagyok Pesten is, meg ugye, mivel én szabadúszó vagyok, ezért sokat ingem, mivel Veresiházon is játszom, ezért Pest lehet a bázis, és hogyha egy próbaidőszak van, egy komolyabb próbaidőszak, akkor leköltözöm Szolnokra, hogyha Veresegyházon próbálok, akkor Budapesten vagyok, vagy Veresegyházon, és ingázom folyamatosan. Most közben Egerbe is játszom, úgyhogy Egerbe már most még speciál pont nem, de majd, hogyha ennek az egésznek vége, akkor ilyenkor Egerbe is szoktam két hónapot eltölteni. Hát én ilyen ingázó vagyok, de ezt még most bírom és élvezem, aztán remélhetőleg majd valahol csak letáborozol, így van. Tudod, mit szerettem volna tőled kérdezni, hogy ugye tulajdonképpen te vidéken vagy nagyon hosszú éve Szolnokon. Mert mondtad, hogy szabadúszó vagy, de azért gyakorlatilag egy évadban nem egy előadásban játszol, hanem ugye több előadásban is benne vagy, és hát nagy szerepek, főszerepek találnak meg téged. Ugye az igazgató úr nagyon bízik benned, nyilván nem véletlenül. De hogy nem vágytál soha arra, hogy budapesti színházban, valamelyik budapesti színházban megvetni a lábadat, és budapesti színész. Most ez hülye hangzik persze, de nyilván azért felmerül a kérdés, hogy budapesti színésznek lenni, tehát egy budapesti színházban. Igen, még régen is, ugye, amikor kijöttek a főiskoláról a színészek, mindig vidékre mentek először, és ott tanulták a szakmát, aztán mentek föl később Budapestre. Azt gondolom, hogy most 33 éves vagyok, és leszek. Azt gondolom, hogy most már megérettem, azt hiszem arra, meg a kollégáim is, akikkel én együtt dolgoztam, rendezők, hogy most már Budapesten is megmutassam azt, ami bennem van. Nyilván benne van az emberben, már csak azért is, hogy a családjához is közelebb legyen, hogy Budapesten, de én nem vagyok, tehát én nem vagyok az a típus, aki most mindenképpen Budapestre akar fölmenni. Én pont azért jöttem el onnan, mert sok volt nekem. Tehát én amikor ugye a sorozatban játszottam, és onnan én kiszálltam, ugye felmondtam, és mondtam, hogy nekem elég volt ez a celeb sztár világ, akkor nem csak magából ebből a világból, hanem így. Nyilván az, amikor az embert fölismerik nap mint nap, és megállítják az utcán, és egy idő után már az terhes tud lenni. Ez a barátok köz nagyon sokat segített nekem, és nagyon sok mindent köszönhetek. Ezt a részét én nehezebben tudtam kezelni, hogy de nyilván nagyon sok pozitív mény élt engem, ahol felismertetben azért volt, hogy a buszban, ugye abban volt egy nagy ügy, bírósági ügy is volt belőle, 8 napon túl a gyógyulósérvényt szenvedtem. Tehát nem voltak jó emlékeim akkor így Budapestről, és jött ez a lehetőség a sorozatban. Voltam egy színházi castingon, ugye Budapesten, ahol Budapesten tartották, hogy Balázs Péter igazgató lett Szolnokon, és színészeket, fiatalokat keres a színházba. Én akkor elmentem erre, és nagyon megörültem, hogy Szolnok, hogy vidék, akkor kicsit ki tudok szökkenni a fővárosból, kicsit lenyújtjak én is, és annyira jól sikerült ez a szolnoki lét, hogy hát igazából maradtam, de nem úgy maradtam itt. Hát az első 5 évet töltöttem itt hosszasan, de utána az elkezdtem ingázni, és nyáron Budapesten voltam, akkor szeptemberben, tavaszig Szolnokon, hát ingáztam. Nyilván hiányzik, de nem az, hogy én most egy budapesti színházba játszak. Természetesen örülök, hogyha egy zenész színházba, a Madách színházba kezdtem gyerekként, az Operett színházba, én ott játszottam gyerekszínészként. Nyilván nagy visszamennék be, és szívesen játszanék ott is, de azt gondolom, hogy még nincs semmi veszte. Nincs, így van. Azért van előttem. Még nagyon fiatal vagy. Reméljük. Így van, és tehetséges. Veresegyház. Hogy kerültél oda? Na hát igazából az volt a vízválasztó, ugyanis ugye már Szolnokon voltam már x éve, és jött egy megkeresés Menyige Sándortól, hogy hát lenne itt egy feladat, most éppen színházat
építenek nézőjelbe, és hogy van-e kedvem velük játszani. Akkor így meg is kérdeztem, hogy melyik az a darab, azt mondom, igen, az egérfogó volt. És akkor találkoztunk Alexszal, nagyon pozitív volt, meg elevein, tehát nagyon szerette az alkotó munkát, és azt, amikor látom, hogy valami megszületik, és aztán utána mivé nőjük ki magát. Uh-huh. És én ebbe a folyamatba kapcsolódtam be, szinte már az elejéből, és nagyon jó volt látni, hogy most hova jutott a Veresét Színház. Úgyhogy én azt a döntést hoztam meg, szintén nagyon nehéz döntést hoztam meg, mint amikor például kiléptem a sorozatból is, hogy a színházból is, a Szolnoki Színházból is úgy fogok kilépni, hogy azért nem akarok felégetni minden magam mögött, mert tényleg nagyon sokat köszönhetek itt Szolnoknak is, és nem 6 főszerepet fogok játszani most jövőre, hanem csak mondjuk 2-t, de szeretnék egy kicsit kitekinteni, elmenni más városba, más színházba játszani, és ezt hál' Istennek Balázs Péter megértette és elfogadta, és úgy, hogy én nem voltam társadalmi, tehát én darabszerződéssel, és vagyok itt Szolnok a mai napig is, mert így nyilván könnyebb is máshova, más színházba elmenni játszani. És igazából ez a döntés, amikor meghoztam, én nagyon boldog voltam, mert én azt éreztem, hogy most akkor egy kicsit ebből Szolnokba, és most egy kicsit kilépek, új emberekkel ismerkedek, meg új rendezőkkel, egy új légkörbe kerülök bele, és ez nagyon kellett. És emlékszem, hogy nagyon feldobta azt az évemet, és azt az időszakomat, amikor ez az egész elindult, és megismerhettem Alexékat és a többi színész kollégámat, akikkel nagyon-nagyon jó volt együtt dolgozni, és szerencsére mai napig is játszunk együtt, most már több darabban is. Így van, és ugye neked van Veres Medve díjad is. A Semmi Pánikért kaptad, ugye az első? Kettő, igen. Semmi Pánikért kaptam, igen, és kaptam még egyet, hiszem azt az Ancónaiért kaptam. Egérfogóért. Ha jól emlékszem. Nem az egérfogó? Basszus, tényleg, na bocsánat, igen, az egérfogóért, de az egérfogóért és a Semmi Pánikért kaptam. Igen, az egérfogó legjobb mellékszereplő, és a Semmi Pánik a legjobb szereplő, azt hiszem, igen. Igen, úgyhogy szeretnek téged a veresi nézők, ez biztos. Illetve 2012-ben is kaptál egy díjat, mégpedig a legígéretesebb fiatal színész, ugye? Fiatal színész díj. Mit jelentenek neked a díjak? Fontosak, vágysz rájuk, vagy jó, hát dolgozom, néha kapok díjat, elfogadom, örülök neki, de megyek tovább. Nyilván a díjak azok egy jó visszajelzés tud lenni az embernek, hogy jó úton halad. Tehát ugye a díjakat is különböző szempontján adják. Nekem mindig is, amikor így elgondolkodtam azon, hogy most tényleg nyilván jól esik az embernek, hogyha a díjat kap. Nekem a legfontosabb az, amikor a nézők szavaznak. Tehát annál fontos nincs. Nyilván az is egy díj, amikor az előadás után megtapsolják az embert, és egy hihetetlen nagy elismerés. Ugyanez, amikor kézzel fogható dolgot kapsz a közönségtől, mint ugye a Veres Medve díjat is, én a néző szavazatok alapján kaptam. Igen. És hát igazából ez a legjobb visszajelzés, amikor a nézők szavaznak. Természetesen a szakmai elismerés is nagyon fontos, az egy másik kategória, az tavaly, az 2014-ben volt, de az is közönség szavazás alapján adták nekem a Prima díjat, a megyei Prima díjat. Úgyhogy igazából a közönség díj nekem az, ami nagyon fontos. Még szakmai díjam az a Vándor Fesztiválon kaptam a legígéretesebb fiatal színész díjat, amikor azt hiszem Kecskeméten volt valami fesztivál, és akkor beállítjuk egy színdarabot, két szereplős színdarabot, és ott az alapján kaptam meg. Nem tudom, hogy szakma döntött, vagy nézzük, ezt most speciál nem tudom. De természetesen jól esnek az embernek, de attól függetlenül, hogy ugyanúgy dolgozom tovább, mint az előtt, és igazából ennyi. Matyi, én nagyon örülök, hogy így, ha máshogy nem, így azért tudtunk találkozni, és tudtál találkozni a nézőkkel. Minden vendégünktől szoktam kérni, hogy üzenj valamit a Veresed Színház nézőinek. Hát én azt üzenem, hogy tartsanak ki, nem csak a vírusban, ebben a nehéz helyzetben, hanem mellettünk is, és Bézumban és a színház vezetősége azon van, hogy minél hamarabb tudjunk előadást
tartani, megtartani akár a kisebb létszámmal, bár most ez speciál ebben a helyzetben szintén nem működik, ugye, mert hozta egy újabb döntést, hogy 500 alatt sem lehet előadásokat megtartani, de azonban a Veresi Színház vezetőség és mi színészek is, hogy minél hamarabb valamilyen formában tartalmakat nem csak online, hanem most már személyesen is tudjuk nyújtani nektek nagyon. Így van. Matyi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, elkészítjük ezt az ételt, én már nagyon várom, mert én nagyon szeretem a leveseket, és ennek az alaplének, amit tegnap főztünk már. És most már éhes vagyok, úgyhogy... Egyél valamit, és vigyázz magadra az úton, jó maszk, kesztyű, ne kelljen mondani, jó, és legyél egy picit a családoddal, pihenj egy picit. Mindig vigyázok. Jó van, jó, és vigyázz magadra nagyon, és... Köszönöm, hogy hívtatok. Mi is köszönjük, hogy itt voltál. Puszi neked. Szia! Köszönöm! Puszi! Szia! Na, hát Dósa Matyival beszélgettünk. Hát ő így van a karantén alatt. Dolgozott, úgyhogy neki majd most kezdődik igazán egy pici pihenés talán, de az azért nagyon jó, hogy ebben az időszakban is vannak olyan, tehát ebben a helyzetben is képesek vagyunk arra, hogy új dolgokat hozzunk létre, és ugye Szolnokon ez sikerült. Még nem láttam ezt a mesét, de meg fogom én is nézni, szerintem YouTube-on elérhető, úgyhogy akár a Veresi Színház nézői is meg tudják ezt nézni. Na, közben térjünk akkor vissza a leveshez, mi most egy picit ugye lejjebb vettük a tüzet. Fort, amikor beszélgettünk. Igen. Nézzük meg, hogy áll a bab. Igazából szerintem minden azon múlik. Hát nem, mert inkább talán a répán. De répa? Ezt most egy picit följebb vesszük még. Hogy most rotyoghat. Hagyd rotyogni egy picit, és hagyj följön meg a répa. És amíg ez történik, addig megpróbáljuk elkészíteni a rántást. Szóval Matyi volt a vendégünk, én nagyon örülök, hogy ő ezt elfogadta, ezt a meghívást, ő is nagyon örült neki, úgyhogy hát ez a kedvenc étele. Na, készítsük el a rántást, ez nagyon izgalmas lesz, lehet, hogy itt rontjuk el az egészet, hozom a lisztet. Igen. Közben látjátok, ott száradnak a ruhák, a spájzból gyakorlatilag még kidől, tehát hogyha ezt elhúzom, akkor minden kidől, de most ezt nem készítettük ki a lisztet. Igen. Itt egyre nagyobb rendetlenség van. Bár lenne időm rendet rakni, de nem raktam. Jó, a húsi. Gyerek. Igen, nézzünk rá a húsra is. Hú. Na, ezt mindig elkövettem. Nagyon óvatosan meg forró. Ez azért elég jól néz ki. Hát megvárjuk, amíg lefőr róla a víz. Igen. Gyakorlatilag egyébként ezzel meg van főve, ugye megfőztük az alaplében, de meg kell piruljon. Hát konkrétan beletenni a serpenyőbe is elég nehéz volt, mert olyannyira szinte szétfoszlott, annyira puha lett, ugye a négy óra főzés azért megtette a hatását. Tegnap este alig bírtuk kivenni a levesből, mert tudjátok, ez úgy van, hogy megnézed, az még kemény, ennek kell még vagy egy óra, és akkor mikor egy óra múlva megnézed, akkor meg már szétesett az egész. Na. Rántás, nagyon izgalmas, két csapott evőkanál liszt. Ezzel fogunk kezdeni. És ebbe hagyma megy, úgyhogy ez csapott? Az púpozott. Nagyon köcsög itt. Az már majdnem jó. Van. Csapott. Így. Két evőkanál csapott liszt. Igen, csapott evőkanál liszt. Igen. Olaj, az itt és ebbe belemegy a hagyma, amit én még nem nagyon értek, hogy ez hogy lesz. Olajból mennyi kell, ezt mutassad meg nekem. Olajból ugye az volt, hogy se túl sok, se túl kevés. De várjál, ne nyújtsuk csak a lemény. Még nem. Állj. Jó, ennyi olaj. De a hagyma úgyis egy picit föl fog szívni belőle. És akkor figyeljétek. Igen. A nagy tudományt. Közben én hozom a hagymát. Egy félkézzel, bocsánat, esetleg nem mindig az látszódik, aminek kéne a képernyőn, csak... Hanem mondjuk a Discovery Channel. Hanem a Discovery Channel, de időnként ez majdnem az, tehát ez a főzős csatornák, csatornák non plus ultrája lettünk, mert mi bevállaljuk, hogy mi itt főzzük, elrontjuk, vagy éppen nem rontjuk el, és finomak leszünk. Matyi anyukája nézi a műsor. Igen, nézi. Komolyan? Igen. Akkor most rakjam bele a hagymát? Szerintem rak bele a hagymát, igen. Szépen együtt melegedjen majd fel, aha. Szépen rotyogtassuk.
Úgy van. Ez azt mondta az anyukája, Erzsike, hogy egy nagy fejhagyma kell. És hogy ezt úgy kell csinálni. Most lehet, hogy most rontottuk el az egészet. Nem, egy nagyon pici olajat még tegyél rá. Egyelőre még csak a szívecskéket látom, úgyhogy nagyon nem ronthattuk el a dolgot. Nagyon sokat ne tegyél, mert ugye akkor viszont nem fog összeállni. Igen, és az a titka ennek, hogy ugye ne legyen se túl híg, se túl morzsás. Ez fontos. Igen. Hogy ne legyen morzsás sem. Hát ugye most az az igazság, hogy én a sima rántással is bajban vagyok. Hát még egy ilyen rántással. És a láng közepére tetszik, mert nagyon elmetik. Ne, hátra! Oldalt. Most letoltad róla a levest. Jó, oké, akkor újra tervezés, vigyázz a kezedre. Várjál, megoldom. Mert ez már forró. Mindegy, oké. Na most adnak egy kicsit balra. Mondom balra. Ja, oké. Nincs szalag a kezem, tudjátok, ez úgy van, hogy a jobb oldal az a írós kezem, a bal oldal meg a nem az írós kezem. Na, ez most nem tudom, hogy így kell kinézni. Ez szépen pirítgasd egy kicsit, és majd nézzük meg, hogy mik kellenek még bele. Hát ugye nagyon ebben érdekes, még mert ebbe... És egy picit vedd kisebbre a lángot, hogy ne égjen majd a... Ebbe kell tennünk tejföld, gyerekek. Is. És paradicsompürét. Is. Is. Mert még mit? Mert ilyen nézem. Nagyfej olaj, ne legyen se igen, leveszem a tűzről, piros paprika, az is kell majd bele. Egyébként Jónásné Varhol Gyöngyi azt üzeni, hogy szerintem is ez az igazi, nem az, hogy fölveszük és a bakikat kivágjuk és yeah, szuper. Igen. Mi bevállaljuk, tehát mindent mi sem tudunk megfőzni, bár szeretjük. Ezzel nem tudunk főzni, de szeretünk. Igen, csak tudod, az az igazság, hogy nekünk ezt kell megennünk a hétvégén. Igen. Amit főzünk. Úgyhogy nagyon szépen kérem a következő vendégemet, aki még nem tudom, hogy ki lesz, hogy kérjen már krumplis tésztát, mert nekem az a kedvenc kaja. Húzik a balra. Igen. Szépen húzod rá mindig a tűzről. Mondjuk nem baj, mert így nem ég meg, de így nem is melegszik. Na, szóval ez így néz ki, ilyen rántást én még sose láttam. Addig, amíg itt egy picit ez pirul, nem akarom, hogy leégjen. Csak igen, vigyázz rá. Egy kis piros paprikát. De azt majd ugye akkor kell rátenni, amikor levettük a tűzről. Igen, és utána pedig mehet is bele majd a paradicsom. Úgyhogy a leves nagyon full. Na, tehát most az van, hogy azt látjátok, hogy most egy rántást fogunk készíteni ebbe a levesbe. Ugye ez egy zöld bab leves, Dósa Matyi kedvence. Nagyon szereti, az anyukája azt mondta, hogy gyakorlatilag ezt nagyon az sokszor, nagyon sercen, nagyon sokszor kell főznie. Csak most azt nézem, hogy ne legyen se túl híg. Hát ez híg nem tud. Nem lesz híg, így a hagymában nem lesz híg. De az, hogy ne álljon alatta az olaj, hogy arra kell hát figyelni. Hát az nem áll alatta, az biztos. És akkor azt mondja, hogy ez már jó így, vajon? Egyelőre az jó, és mennek bele a többi cuccok, tehát megy bele egy kis paprika. Tűzről, és akkor megy bele a piros paprika. Bizony. Egy kicsi, egy teáskanálnyi. Nézzétek, ez a teáskanál. És akkor egy teáskanálnyi piros paprika. Ez nyilván azért van, hogy azért vesszük le a tűzről, ezt még én is tudom, hogy ne égjen meg a paprika. Pontosan. Igen, beletesz. Igen. Igen, közben Matyi anyukája iszen, hogy bocsi. Elfelejtettem odaírni, hogy először a hagymát kellett volna ledinszkálni. Jó. Aztán hozzá az ízt, és azzal pirítani kicsit. Nem és baj. Ez így nem lesz jó? Jó lesz ez így is szerintem. Igen, mert ugye való igaz, hogy a dísztelen, de nem baj, hát mi mentünk a recept szerint. Igen. De biztos, hogy finom lesz. Tehát szerintem kizárt, hogy ne legyen finom. Tehát gyerekek, amiben van tejföl, ugye ezt Topi is elmondta, ez egy színdarabban is elhangzik, amiben van tejföl, azt nem tud elrontani. Na most ezt összekutyulom azért. Ez nagyon jól néz ki, gyerekek. Igen. Tedd még bele a paradicsomot is. Azt néztem, hogy például a bandi, a csonka bandi tejfölt rakott a rántottába, ugye a tojásba belekeverte a tejfölt. Zsenyakas. Mert hogy ő úgy szereti, ezt mondta a videóban, nézzétek meg a videót, fönn van a karanténkuktákon is, illetve a bandinak a hivatalos oldalán is, hogy mindig úgy kérte a rántottát otthon, hogy cicás legyen. Ez neki ilyen... Na most akkor belerakjam így a tűzről levéve a paradicsom? Menjen egy kis paradicsom is, igen, bele. És majd ugye utána jön az, hogy hőt kiegyenlítünk. Igen. Ugye azzal szokták sokan elszúrni a dolgokat, hogy a hőkiegyenlítést azt elfelejtik. Ugye ennek az lesz a csodálatos eredménye, főleg ha tejfölt is használunk. Ugye szép túrós lesz majd az ételünk. Mi pedig ugye arra gyúrunk, hogy egy ilyen nagyon szép, finoman elkevert
Igen, azt mondta az anyukája Matyinak, az Erzsike, hogy, hogy vigyázni kell, hogy ne csomósodjon össze. Én nagyon vigyázok lélekben erre, hogy ne csomósodjon össze. Azért ez egy kőkemény cucc, ami vele kerül a levesbe, gyerekek, nézzétek meg. Hát ettől nem lesz jó semmi. Tehát maga az alap, alaplé olyan volt, hogy tegnap itt szagolgattuk egy fél óra hosszat, mert egyszerűen fantasztikus illata volt. Most kérdezem Erzsikét, hogy ezt meddig kell itt a tűzön tartani. Egy picit rottyanjon. Igen? Csak egy kicsit igen, ugye azért, hogy meleg legyen, és majd utána jön a hőkérdés. Ja, és még jön a hőkérdés. De szerintem sok lesz ebben a levesbe egyébként. Ne, tegyük bele. Legyen egy jó masszív. Ez nagyon, mert majd meglátjuk, hogy hogy sűrűsödik. Na és akkor ezt most nyilván kavarni kell, hogy ne. Szerintem nagyon nem kell túl, nem kell nagyon túltolni. Egy nagyon picit csak, hogy visszaengedjen. Én szerintem. Nem tudom, hogy apukám, azt már rotyogtatni nem kellene. Apukám a főokos nézi-e. Apukád az most ilyen bejelentkezett és látja szerintem. De fogja a fejét. De nem igaz, mert ez egy nagyon jó recept, amit az Erzsikétől kaptunk. Erzsiket csak annyit üzent, hogy hát annyira aranyosak vagytok, és egy szívecskét küldött. Tehát valószínűleg még nem rontottuk el teljesen ezt az ételt. De tök mindegy, mert úgyis mi eszünk, tehát... Hát jó, de azért együnk jót. Na, ez... Szerintem azt vegyük úgy, és akkor azt kezdjük el, akkor kell egy szedőkanál, az van is kint kirakva a mosogatóhoz. Miért is van itt? Mert eredetileg abba készítettük volna az ételt, igen. Tényleg, basszú! Ebbe akartuk átönteni. Igen, mert ugye el is fér, amit csinálunk. De most nem hozzávalót hagytunk ki. Igen. Most mi van, miért állok itt? Azért, mert kell majd a szedőkanál, balról, ja. Balról, fönt. Igen. És akkor elkezdünk hőkiegyenlíteni. Ugye a hőkiegyenlítés az abba fog segíteni, hogy egy hasonló állagú legyen, kicsit fölmelegedjen. Még kell, ugye? Igen? Mi a baj? Semmi közben nézem Jónásné Varhol Gyöngyitől, nem az nem jutott eszembe a hőkiegyenlítés. De így már akkor meg, így akkor már megvagyunk. Jó, és ezt most kavard el úgy, hogy ez egyenletes legyen, tehát ne legyen csomós se a szélen. Ez most kicsit úgy néz ki, mint egy lecsó. Igen, hát effektíve szinte minden benne van, hát dobnád a paprikát bele, akkor effektíve ez egy jó tejfölös lecsó lenne. Igen. Fú, alig várom, hogy kész legyen. Apukád üzen, hogy ne lankadjunk. Ki lankad? Hát apu legfeljebb, te, bocs, de jó rá a csombor, csak szólok. Mert hogy nem tudom, hogy hallottátok-e itt az elején, hogy a csombor, amivel mi megfűszereztük az alaplevet, mert hogy ezt nem kérdeztem meg igazából, hogy a csomborból mennyi kell, úgyhogy gyakorlatilag a fél zacskót beleöntöttük. Ja, Gyöngyi közben lényeg, hogy nem azért jutott eszembe, hogy tegnap hogyan kell mondani, ha hőkiegyenlítés. Hőkiegyenlítés, igen. Vannak szavak, amik az embernek nem jutnak eszébe soha többet. Vagyis, hogy utána eszedbe jut persze, hogy homlokodra csapsz két órával az adás után. Hát ez volt, de hát akkor már késő van. Ugye, mint múltkor a tojás, ami kimaradt, azt tudjátok, mikor jutott eszünkbe? Tehát nem akkor, amikor kész lett a kaja, és láttuk, hogy elcseszedődött, meg nem jó az áll, hanem este ötkor. Tudom, valamiért miért dobta ki a vizet? Biztos a csirke. Nem is gondolkodol rajta, tehát ez csak az agyad úgy így működik, hogy amikor így rájön, és így azt mondod, hogy azt a tojás! Apukád üzeni, hogy sok a csombor. A csombor az még tegnap került az alaplébe, úgyhogy ami ott látszódik, az nem csombor. Nem is láthattad, hogy sok a csombor. Te melyik adást nézed, apu? Egyébként közben már nem csak nekünk jönnek üzenetek, ezzel... hanem Gyöngyinek üzeni a Varga öcsi, hogy fő, hogy elfogyott. Jaj, a Varga öcsi, gyerekek, hát ő az, aki a Gyöngyinek, üdvözlöm nagy szeretettel, biztos tegeződhetünk, majd egyeztetünk időpontot, mert hogy a Gyöngyi, aki tegnap főzött ugye Kiskolcsról, Szatmárnémeti mellől, őt hívta ki, ha jól emlékszem, és akkor a jövő héten fogjuk főzni. Na ezzel mi legyen? Hát most jön az, amikor hőt ki... De ez így jó az állam, nem nagyon sűrű. Még sűrű, úgyhogy még rakhatsz hozzá. Én azért mondtam, hogy jobb lett volna, hogy egy kicsit mélyebb edénybe rakni, mert így viszont tele fogjuk pakolni, de nem baj. Jó sűrű levesünk lesz. És akkor még gyerekek, most itt elszügykölünk ám ezzel a rántással, de hát még van egy tiramisunk, úgyhogy itt teszünk megint egyik. Igen, tehát ez azt gondolt, igen, tehát mindig minél hosszabbak, ezt már hozzá, ezt elkezdtük, hogy minél hosszabb az előkészület, minél jobban rákészülünk, hogy gyorsan, egy órába beleférjünk a főzéssel,
annál kevésbé szoktunk beleférni, tehát most is azt gondoltuk, hogy majd ez szépen elrotyogott a levesünk, most elkészült ez, beszéltünk Matyival is, tehát csodálatosan telnek folynak a dolgok, 11 óra 49 perc van, és a desszerthez még hozzá se szagoltunk, úgyhogy most már azt bele is fogjuk rakni, szerintem, hogy kivetett belőle a szedőkanalat, és akkor keverjük össze, és kezdjük el rotyogtatni, de azt úgy, hogy egy kicsit kevergetve rotyogtassuk. Jó. És aztán majd visszakérem mosogatás után a fakanalamat, mert nem fog tudni desszertet csinálni. Fog csinálni, hogy, mert mivel ebben a levesben nincs olyan cucc, amit nagyon szét tudok nyomni. Itt most nincs. Ezért azt fogom csinálni, hogy kikészítettük a habverőt, ami majd a tiramisuhoz. Tiramisu vagy tiramisu? Hát te tömegőről. Hát ki hogy mondja. Igen. Akkor tiramisu. Apukád azt üzeni, hogy ez mind a rántás? Igen. Igen. Azt mondja apukád, hogy sok. Igen, mert nyilván a Erzsike, a Matyi anyukája valószínűleg sokkal nagyobb adagot főz a levesből. Gyöngyi azt mondja, bocsánat, hogy mindig szabadulok, csak beindult a beszélgetés, Gyöngyi azt üzeni, hogy az a jó, ami sűrű. Na, tessék, ugye? Na gyerekek, hát most az történik, hogy... Ezt megpróbálom megmutatni. Ezt az egész cuccot öntjük bele a... Ez egyébként szerintem lehet, hogy nem is lesz sok. Nézzétek! Hát mi meglátjuk, hogy sűrűsödnek a dolgok. Bátran. Hát legfeljebb főzelék lesz belőle. Igen. Én belerakom az összes. Hát szóljon, egyszer élünk. Így is van. Na! Én bevállalom. Így. És akkor most jön az a rész, hogy... Szépen lassan kavargatjuk és rottyantunk még rajta. Igen, de Erzsike azt mondta, ugye Matyi anyukája, hogy ha jól emlékszem, hogy ezt már nem kell sokáig főzni, mert hogy akkor nehogy itt szétrájanak a dolgok. Igen, hát egyet kell rottyanni, egy rövidet rottyannia kell, azt vissza kell vinni és kész. Apukád azt üzeni, hogy sok, júj. Hát első elnézésre még jónak tűnik. Hát igen. Apukádnak következő mondta, te atya úristen. Na jó, apu, figyelj, akkor menjél, nézed a Licsi tévét. Ennyit tudok mondani neked. Kész. Hát ott is lehet ismerős, hogy igen, sót is hozzunk. Rakunk bele sót. Igen, mert egy nagyon fontos dolog, hogy az alaplébe nem nagyon tettünk sok sót. Nem, mert annyira finom volt az íze. Egyrészt, másrészt pedig ugye az alaplének pont az a lényege, hogy majd bizonyos fűszereket akkor rakunk bele, amikor majdan elkészítjük magát az ételt, amihez az alaplevet felhasználjuk. Szerintem tök jól néz ki egyébként. Nekem is jó. Szerintem egy rottyanás és az meg is lesz. És akkor megkóstoljuk. Igen. Igen, Gyöngyi vadvitába kezdett apukámban. Helyes, végre valaki. Mert azt mondja, hogy jó lesz a hús, az hús! 52 van. És akkor... És még nincs kozmaszag. Még nincs kozmaszag, tehát valószínűleg még a húsunk is jó a sütőben. Igen, mert alatta a víz. Ja, tettünk arra egy kis vizet, hogy jó legyen. Mindjárt. Nyuszika, legyen egy kicsit léces, igen, képernyő barát, hogy... Gyerekek, ezt nem hiszitek el. Ez isteni finom. De most komolyan. Egy pici sót teszek bele. Ez isteni, úgyhogy... Apukád üzen egy hallgas apádra. Hát... Sanyi, csak annyit üzennénk, hogy ez már bele lett téve, tehát ezt már kivenni nem tudjuk belőle. De mondom, hogy isteni, tehát olyan íze van, gyerekek. Mindjárt ránézzük rá, és közébb nekem. Próbáljátok ki ezt a borsika füvet, mert valami elképesztően finom íze van. Jó, de mondjuk van tárkony, azt nem mondtam. Ugye ez tulajdonképpen egy tárkonyos zöldbableves, és... Hát isteni, ez most felrottyan. Ez felrottyan, elméletileg akkor kész is vagyunk a levessel. Megnézem a húsit, jó? Apukád üzen egy viszeg gránátot robbantani. Na hát, most már apu. Te kivel vagy? Csak kérdezem. Az emberi, érted? Meggebed. Hát figyelj, ennek még annyit adunk, hogy... Azért adunk egy kicsit, igen. Egy 5 percet. Na, és akkor most jön az a rész, hogy elpakolok gyorsan innen, és jön a tiramisu, amit a férjem fog megcsinálni, mert én süteményben nem vagyok jó. Basszus! Ez még belemehet? Igen. Megint kihagytunk egyet, pedig kikészítettük, nézzétek? Találtuk ki, mi ez a fokhagyma. Ó, jaj! Alex üzeni, hogy Sanyi bátyám, menj és nézd a Licsi tévét. Hát ezt üzentem ebből, én is. Ebből klasszikus lesz, megtartjuk. Ezt üzentem én is az előtt. Nem, azt üzeni Alex, hogy ezt, a klasszikus lesz, ezt megtartjuk. Ja, jó. Jó. Na, beleraktuk a fokhagymát. Kicsit hamarabb kellett volna. Hagyjuk rottyanni. Az íze benne lesz. Járuljátok senkinek. Na,
ez nagyon finom lett ez a leves, és akkor most jön... Gyors újra tervezés, mert ugye nekünk majd mosogatni kell hozzá. Hogy? Egy habverőt és egy kis fakonat. Én elmegyek inni, az uram meg csinál egy ízét. Mert képzeljétek el, hogy vettünk ilyen, hát nem iszunk most már, a karantén elején... Innen mutatom, hogy mi az, ugye nincs rajta a neve. Igen, a karantén elején még ittunk, de... Hát, ahogy a két pasi meg egy kicsiben mondta, ugye a Charlie, hogy nem iszok. Igen, ő azt hitte, hogy nem iszik. De ezt most azért vettük, mert én nagyon szeretem ezt a mondjuk egy szájdert, igen, és kijött belőle egy ilyen dinnyés. Úgyhogy most ezt megkóstolom, mert még nem kóstoltam. Aztán pedig én is, mert én meg szemtelen. Ja igen, hogy a karantén elején ittunk, de lehet, hogy ezután is inni fogunk, mert ez nagyon finom, ezt kóstoljátok meg. Nem, mert aki nézi a videóinkat, az mindenki látja, hogy igen, apukád, hogy kell az a pálesz, hát most szájder van pálnék. De nincs páleszem, apu! Hát ezt értsd meg! Nincs! A karanténnek az egyik negatív dolog, hogy elfogynak időnként dolgok. Nincs. Például a pálinka. Na ránézzük még a receptre, hogy mit hagytunk ki. Leveszem a tűz, jó, ez már mindegy, mert bele a levesbe, kavargatni, felforralni. Igen. Ez az utolsó instrukció, belerakjuk. Szerintem teljes lángra, hogy fölrottyanjon. Jó. Vagy most nincs teljes lángom. Ezt annyira sajnálom, hogy ezt nem tudjátok megkóstolni. De ha Alex itt van, ennek tök örülök, mert arra gondoltunk, hogy ugye volt egy olyan ötleted, hogy pandémbe csinált, és arra gondoltunk, hogy csak nektek fogunk csinálni egy pandémbe csináltat, még nem tudjuk, hogy maga az étel mi lesz, de át fogjuk dobni a kapun. Úgyhogy készüljetek, mert megyünk a pandémbe csináltat. Na, akkor most jön a desszert, jó? Varga úgy üzeni, hogy küld pálinkát. Azt a... de hogy? Végi postán, úgyhogy lesz. Na, gyerekek, egyre jobb. Így van. És akkor jöhet a mascarpone. Baj, micsoda, hogy higgyek ti, pedig még nem is ittam. Na, átveszem. Nincs több pia, akkor gyors csere. Alex üzeni, hajrá. Erzséke pedig üzeni, hogy olyan lelkesen főztök. Ebben nem csak a hozzávalók vannak benne, hanem a szívetek, lelketek. Köszönöm, hogy részese lettem ennek az élmények. És még nincs vége. És még nincs vége. Edikét is pusziuk meg, közben ő is megjelent. Ó, drágám, amúgykor megrikadtál. Oké, okay. Nem. Most vagyis meg. Igen. Sziasztok! Na itt az uram, egyébként leszokta venni ezt a Coca-Cola-s pólót néha, és megmutatom a melegítő alsóját. Ezt egyszerűen nem tudom levenni róla. Tehát ezt anyukám turkálta neki szerelmünk hajnalán kb. 10 évvel ezelőtt, és azóta rajta van. Na, hát ez van. Csináljunk desszertet. Megint rám került, úristen, meg vagyok? Hát, meg. Miért kell nekem így tartanom ilyen magasan ezt? Döntsd előre, és engedd le. Jaj, Edi, mi is imádunk téged, de megint el fogom magam bőgni. Na, várjatok. Közben... szerintem ez kész is van. Akkor elzárhatod, hogy ne... Itt gyorsan még belekeverek. Igen, hogy ne... Ne álljon össze benne. Jaj, Gyöngyi írja nekünk, hogy kár, hogy messze vagytok, egy jó kis Szatmári Szilva pálinkát küldenék, de majd megkóstoljátok egyszer. Hát igen. Egyszer majd a végén csinálunk egy olyat, amikor így körbejár mindenki mindenkit. Nem, apuci nem fizet a Coca-Cola. Sajnos. Nem, de tehát jelzés, ha látja valaki a Coca-Colánál. Hát, de nem látja senki ezt majd. Nézzék, tessék valakinek megosztani, akinek az na jó, kicsi, majd a leves, mert tényleg itt leszünk kettőig. Ez ártad? Nem, most fogom ezzel, csak össze rád kavartam. De ez a leves, ez kész van. Isteni lett. Hol a kanál? Nagyon, most kóstolnom kell. Nagyon-nagyon finom lett ez. Igen. Jó, hát forró meg kell fújni. Ja, bocsánat, nem vagyok kameraérzékeny. Szembe kell. Hátulról is nagyon szép vagy, kicsi. Tudom, és kopaszodom erősen. Na, amíg az uram kóstol, hát igen. Káó, isteni leborulsz, finomát. Leborulsz előttem. mit akartam mondani? Szakszerű mosogatásra egy kis rövid filmet még közben bejátszom. El is felejtettem. Mi meg ezt él elbeszélni? Igen, eddig kéne tartottunk. Nem, azon már túl vagyok, már kibőgtem magam. Angyal szállt el felettünk. Hol?
Na, és akkor jön a tiramisu, mert ja igen, azt akartam mondani, hogy aki esetleg most kapcsolódott be, ugye mai délelőttön Dósa Matyi volt a vendégünk, vele beszélgettünk elég hosszan színházról, arról, hogy ő hogyan van, úgyhogy szerintem egy nagyon jó kis beszélgetés lett belőle, és nagyon örültem, hogy itt volt velünk Matyi, anyukája is itt van velünk, úgyhogy ennek is nagyon-nagyon örülök, és örülök, hogy így hogy telefonon is, de megtudtunk ismerkedni egymással. És a Matyi kedvenc kajája, az egyik kedvenc kajája, vagy étele, az egy zöld bableves, amibe borsika füvet tettünk, nagyon sokat, mert hogy nem tudtuk, hogy mennyi kell belőle. De szerintem sűrűségre pont jó lesz. Ismerjük ezt a fűszert, de nagyon-nagyon finom fűszer. Úgyhogy ez egy erdélyi fűszer, ugye azt talán nem is mondtam, hogy Matyi Kolozsváron született, és ugye ők onnan települtek át Magyarországra valamikor a 90-es évek elején, tehát nyilván innen jön az erdélyi konyha szeretete. És ha már erdélyi konyha, ugye Jónásné Varhol Gyöngyi tegnap Szatmár Németi mellől Kiskolcsról főzött nekünk valami elképesztő menüsort. Én a pacalt olyan módon szeretem, hogy egyében egyszer eszek, és igazából a pacal pörköltet szeretem, de nagyon jól nézett ki az a leves. Illetve hát egy töltött káposztát csinált, ami na, arra viszont folyt a nyálam rendesen, úgyhogy azt biztos, hogy szeretném majd egyszer megkóstolni, hogyha arra járunk. Illetve hát ugye a héten azt mondtam nektek, hogy Csonka Bandi felrobbantotta az internetet 54 ezer megtekintéssel, tehát elképesztő, amit művelt, pedig, most látjátok, mi már itt vagyunk már lassan egy órája, ő körülbelül 20 percet főzött, egy rántottát csinált, és 54 ezeren nézték meg. Na, hát idáig szeretnénk eljutni mi is, ahová a Bandi. Bandi rajongóit nagy szeretettel köszönjük, tessék minket osztani. Igen, egyébként azt, hogy Bandi mit főzött, azt meg tudjátok nézni a karanténkuk, oldalon, illetve az ő saját hivatalos oldalán is, mert hogy fent van. És Balázs Andi főzött még nekünk, otthonról megmutatta, hogy hol lakik, nagyon szép helyen, és nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy ott töltheti a karantént, láttuk a kutyáit is, de egyszerű és megismételhetetlen volt az alkalom, mert sajnos rossz gombra nyomott, de megígérte, hogy újra főz nekünk, és akkor ő is megtekinthető lesz a karanténkukták oldalán. És ami még nagyon fontos, bár most nem vagyunk itt olyan sokan az élőadásban, de hát azért a múltkori adásunkat is közel 1300-an nézték meg, amire én személy szerint nagyon büszke vagyok, mert azért szerintem az egy tök jó kis nézettség, és köszönjük mindenkinek, aki legalábbis csak rákattintott a videóra. És szurkolnak nekünk. Igen, és szurkolnak nekünk. És innen is buzdítanék mindenkit, hogyha eljuttok idáig a megnézésben minket, hogy jelentkezzetek nyugodtan, akár nálam, Csányi Erikánál, akár a karanténkukták oldalon, küldjetek üzenetet, akár küldhettek csak egy fotót az ételeitekről, de akár vállalhatjátok azt is, hogy megfőztök nekünk valamit. Nézzétek meg a videókat, nézzétek meg, hogy a többiek hogyan csinálják, mert szerintem egy tök jó dolog egyébként, és még mindenhonnan azt a visszajelzést, vagy mindenkitől azt a visszajelzést kaptuk, hogy nagyon melós, mert ugye furcsa, hogy végig erre beszélni kell, és tartani kell a kapcsolatot a nézőkkel, de nagyon élvezetes dolog. És nagyon sokan voltatok olyanok a karanténkukták között, akik eddig soha nem csináltak ilyet, sőt, még a Csonka Bandi sem csinált még ilyet, tehát, hogy élőben ő még nem gyújtotta meg a gázt a konyhájában. Úgyhogy... De még Topi bácsitól is azt kaptuk vissza, hogy azért ez egy teljesen más dolog, mint mondjuk egy tévébe főzés, amit azért ő csinált már egy párszor. Igen, Topi egy rakott batátát csinált, ugye a batáta az édes krumpli. Tulajdonképpen egy rakott krumplit csinált, csak édes krumpliból. És valamelyik újságban, Beolban, Békés Csabai újságban igen. Meg is jelent róla egy cikk, hogy ő élőben főzött. Úgyhogy hajrá mindenkinek! Na, tiramisu készül. Tiramisu jó, amit csináltunk. Készül. Igen. Ez egy beszédtechnika órának is beadható. Azt fontos tudni, hogy tettünk bele az 1/4 kilós mascarpone sajtba 2 darab tojássárgáját. Fehérjét féltesszük arra, még szükségünk lesz. 2 darab tojássárgáját tettünk bele, hát 7 dekát mond nagyjából, én egy ilyen 3,5 kanállal szoktam mérni, ugye egy kanalat én 2 dekának veszek, többnyire ez általában ízbe egész jó szokott lenni, és egy nagyon pici vanília aromát, ezt most összekavarjuk,
és utána jön az, én nekem úgy látszik, hogy ebben a műsorban egy ilyen elmaradhatatlan történet lesz, hogy én nekem habot kell vernem. Nem tudom, hogy mi okozhatja ezt a dolgot, vagy miért, vagy hogy is, vagy minden. Hát azért, hogy itt legyünk. De én nekem, igen. Azért, hogy hosszú legyen a műsor, én nekem tojáshabot kell vernem. Bár megnézzük, mennyire lesz híg, mert egyébként ahány recept, az egyik azt mondja, hogy tegyünk bele tojáshabot, és tojáshabbal kell csinálni, és föl kell lazítani. A másik azt mondja, hogy vállaljuk be, és ez legyen egy... Kicsim, a hús zárd el. Apropó a hús, igen, a húsit elzárjuk. És azt is majd megmutatjuk nektek a végén. Bizony. Ugye az elsőként azt mondta Matyi anyukája, hogy ő is meg szokta sütni, és akkor csinál utána jó kis sóletet belőle. Úgyhogy lehet, hogy mi is azt fogunk csinálni. Na, most a tiramisu készülését látjátok. Igen. Én próbálom. Ezzel mindjárt meg is vagyunk. Lábost. Mindjárt meg is vagyunk. És ezt a kettő tojás fehérjét valami nagyon gyorsan megpróbálom habbá fölverni. És mi ezt úgy fogjuk csinálni, hogy látványos legyen, hogy pohárba fogjuk rakni, mert hogy... Én elkezdtem egy picit azért diétázni, tehát mondtam az uramnak, hogy egy nagy lábos tiramisut ne csináljunk, mert akkor azt megint kiesz. A születésnapi piskótáid után egy icipicit nehezteltél rá, mondjuk ki. Nem nehezteltem, csak annyira isteni volt az a süti, hogy nem bírtam ki, hogy ne legyek belőle. De most arra gondoltunk, hogy látványos is legyen, meg hát ne legyen olyan nagy mennyiség. Ezért ilyen pohárba fogjuk ezt belepakolni. Egy pohárkrémet készítünk, illetve hát meglátjuk majd, mennyi anyagunk marad. Igen. Ha úgy marad, akkor még esetleg tálkába is teszünk, de nem fogunk egy egész edényt megcsinálni. No, tojásfehérje, hol a habverőm? Itt a habverőm. Nagyon pici só, hiszen ugye minden egyes édes ételbe teszünk egy lehelletnyi pici sót, hiszen az kiemeli az édes ízeket is. Igen, egyébként az uracskám az, aki cukrászkodik itthon. Én nem vagyok jó cukrászmesterségben, bár egyébként tanultam cukrászatot egy fél évig. Vendéglátóipari szakközépiskolában is jártam egy évet, ezt már mondtam nektek. És akkor ott tanultam felszolgálást, meg cukrászatot is. De aztán rájöttem, hogy ez nem jó ez a cukrászat se annyira, mert hogy kívülről meg kell tanulni a recepteket, ami minek? Hát le van írva. Minek tanuljam meg? Na mindegy. Úgyhogy, de nem jött be ez a cukrászkodás, úgyhogy a sütiket, azokat mindig az uram szokta csinálni. Amíg veri a habot, addig elmondok nektek pár dolgot. Én kérem, hogy halljátok is, amit Erika mond. Igen, jövő héten nem tudjuk még, ki lesz a vendégünk, viszont Balázs Andi kihívottja Pál Tomi, aki remélhetőleg fog nekünk főzni, még nem egyeztettem vele, lehet nem is tud róla, de majd fogok, úgyhogy ha minden igaz, akkor Balázs Andi fog pót főzni jövő héten, illetve Pál Tomi lesz az egyik kihívott, aki Balázs Andi kihívottja. Úgyhogy ők ketten már biztosak, remélhetőleg a jövő héten, illetve holnapi napon is fog főzni Komlósi Mihály hajósról, nagyon készül, szabadtéren lesz, úgyhogy az is egy nagyon izgalmas nap ígérkezik, azt hiszem ez holnap lesz, igen. Reméljük az időjárás is jó lesz. Igen, és Gyöngyi kihívottja pedig, még azt nem tudjuk őt sem, hogy mikor, de ő is a jövő héten fog valamikor főzni, illetve hát nyilván vannak még terveink, hogy kiket kérjünk meg arra, hogy főzzenek, akár a szakmából, akár civilek, és hát Istennek most már azért ott tartunk, hogy akiket mi felkérünk arra, hogy főzzön, most már ők is azért felkérnek valakit, hogy főzzön, úgyhogy itt szépen haladunk. Amíg karanténban vagyunk, addig főzünk és lelkesedünk. Úgyhogy most ott tartunk, hogy a leves már kész van, és a tiramisu fogja összerakni az uram, ami ugye nem egy sütős történet, tehát hogy nem kell sütni, az a jó benne. Hál' Istennek, mert akkor háromig itt lennénk. aminek mi nagyon örülünk, csak nem tudjuk, hogy ki mennyire szereti és tart ki mellettünk. Igen. Már azt kell, hogy mondjam, hogy ez a tapasztalat, hogy visszalátom, hogy általában egyre többen vannak, akik bizony itt maradnak egy egész órát velünk. Hát igen, mert meg hát van, aki később jön, ugye azért ez a délelőtt 11 óra, ez pont egy olyan időszak, amikor nagyjából mindenki ugyanezt csinálja, csak otthon. Igen. Úgyhogy, de már a műsor végére mindig ilyen 4-500-as megtekintések vannak, tehát azért sokan vannak, akik belekattintanak, aztán azt mondják, hogy úristen, kik ezek a végek, és átmennek másik oldalra, de nem. Csak nem is egyre többen vannak, akik utólag is megnézik. Igen, úgyhogy ez... De nyilván mi nem is ezért csináljuk, tehát nem a nézettségért, mert... Hogy is mondta Alex, hogy mi is vagyunk, mi pontosan? Rekreációs, izolációs főzőműsor, igen. Igen. Hát ez egy szabadidő és tréning műsornak nevezném még én. És akkor az uram szokásos habverés, ez most már harmadik. Köszönöm, apu.
Ez a mester hármas. Igen, most már harmadjára veri a habot. Úgyhogy jövő héten még nem tudom, ki lesz a vendég, de meg fogom neki mondani, hogy habot nem verünk, ez biztos. Tehát most már nincs ilyen az jön, ami... Hát szerintem már a nézőknek a fülét teljesen tönkretettük ezzel a csatogással. Igen. Mindjárt meg lesz. Erzsike, nagyon sokszor puszilunk, és tényleg köszönjük, hogy itt vagy, és bíztad bennünket. Tessék, Nagy Bori azt írja, hogy jó látni, hogy egy férfi is feltalálja magát a konyhában. Igen, az én férjem nem az a típus, aki meccset néz és sört iszik, hanem ő nagyon sokat segít a háztartásban is, és nagyon sokat főz, úgyhogy azért ebben lehet valami, hogy az ember olyan párt választ, amilyen az apukája lányoknál, és ez valamilyen szinten tényleg azt gondolom, hogy igaz, mert az én férjem nagyon hasonlít habitusban az apukámra, nagyon szeret főzni, és mindent megcsinál a háztartásban, és úgy csinálja meg, hogy nem kell erre megkérni, mert megcsinálja magától. Persze vannak dolgok, amiket nem csinál meg, például 3 hónappal ezelőtt a tusfürdő tartó kis rácsunk leesett a zuhanyzóból, és minden héten megígéri, hogy visszarakja. Ez 3 hónapja volt, nem rakta még vissza. Úgyhogy izgatottan várom, hogy mikor kerül vissza a tusfürdő és sampon tartó a zuhanyzó fülkébe. Na! Nyuszik, a tiramisu-t ehetsz. Tehát ehhez már... Jaj, de jó. Nem értem, hogy ehhez egy tusfürdő tartó hogy tud hozzájönni. A tojásfehérjét, hát most nem sikerült annyira keményre vernem az idő rövidsége miatt, de ezt most beledolgozzuk, a tojásfehérjét a mascarponéba, egy kicsit föllazítjuk. Mindjárt meg is vagyunk, és akkor ezzel kész leszünk. Utána jön a kávéfőzés, ami nálunk a Nescafé feloldása lesz. Na most képzeljétek el, ha hókiflit csináltunk volna. Volt rá például, majdnem az lett, amit csinálni kell. Igen, ezt még sütni se kell. Ez mindjárt kész is van. Ja igen, még arról akartam nektek beszélni, ugye, hogy a színház oldalán is ott vagyunk, hogy azért vannak tartalmak. Továbbra is. Igen. A színháznak vannak tartalmai, nem csak mi hülyeskedünk itt szombatonként, meg főzünk, meg vannak vendégeink, hanem például Alex minden kedden és pénteken egy-egy társadalmi taggal beszélget, hosszabban, mint mi, kb. Egy órában. Tegnap például Fésűs Nelly volt a úgymond vendég, hát hiszen nem vendég ő, hanem csak mi egy baráti beszélgetés. Most keresem a lábos ezzel a... Aj, kicsim, elveszítettem. Meg lesz az. Igen, igen. Fölfelé nyomod, akkor fölfelé mozdul. Jaj, ez a gomb, ezt mindig elfejtem, hogy ezen van egy gomb. Bizony. Aha. Szóval, hogy ugye Alex csinálja ezeket az interjúkat a színészekkel kedden és pénteken, úgyhogy tegnap Nelly volt, kedden pedig Buk Tibi volt a vendég. Ez minden és héten. Buk Tibi, meg lehetett nézni, Buk Tibinek volt egy nagyon jó kis koncert. Igen, Tibi adott egy ilyen vízi koncertet egy hajóról, azt is érdemes megnézni, úgyhogy azt is nézzétek meg. Illetve Jaci továbbra is lelkesen olvassa a mesét esténként, és bábokat készül. És egyre csodálatosabb bábok készülnek el. Igen, apró pici dolgokon. Csak az a baj, hogy ezt most mi sose látjuk, mert utólag megpróbáljuk mindig utolérni a dolgokat. Látom, hogy Jaci élőadásban van, és aztán megyek a konyhába. És kezdünk főzni. Igen. Kell egy kis tányér, mert a kis tányérba fogjuk, egy mélyebbre kis tányér. És akkor ezen kívül még nyilván mindenféle tartalmak vannak a színház oldalán, és mindenféle információk, úgyhogy keressétek a színház oldalát. Én közben küzdök ezzel a szerkezettel. Nem baj, egyszerűen meg fogod tanulni néhány adás, és egészen jó leszel benne. Egyébként még én is küzdök, tehát amilyen könnyűnek tűnik ezzel az eszközzel videózni, szép dolgokat lehet vele csinálni. Nem kell annyi, jesszus. Kettő kell bele? De már az a harmadik. Tudom, de ez hosszú lé lesz, tehát ugye ebben de majd De az nagyon kell. Erős lesz. Az nem baj. Olasz gyerekek nem gyengék, úgyhogy... Na látjátok, és akkor ebbe a két pohárba fog majd elkészülni. Az uram egészen elképesztő dolgokat képes művelni egyébként sütitéren, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. Szóval visszatérve a színházra, keressétek az oldalunkon, a Veresegy Színház oldalán a tartalmakat, mert azért itt vagyunk, és próbáljuk tartani a lelket egymásban, és mindenki másban, nézőkben, és mindenkiben. Na! Kész a kávénk. Az fog történni most, hogy a kávéban van egy kis
függöny, kettes csapó, tehát van babapiskótánk, és a babapiskótából fogunk törni, hiszen ugye itt nem tudjuk megcsinálni, mint egy nagy tálba, hogy egyesével lerakosgatjuk és lerétegezzük, hanem kis törött darabok lesznek, és azok közé fogunk egy kis krémet tölteni, és a tetejét pedig ugye kakaóporral vastagon szórjuk meg, mert mindenre nagyon sokfajta recept van egyébként, tiramisura is, mindegyik azt írja, hogy eredeti. Ez olyan, mint a múlt héten a görög saláta volt, hogy az eredeti görög saláta, majd utána olvastam, hogy tulajdonképpen minden görög saláta eredeti görög saláta, mert a görög háziasszonyok a görög salátát azt mindig úgy készítik, hogy ami otthon van. Ahogy ők szeretik. És ahogy ők szeretik. Meg hát kimennek a kertbe, szednek egy kis olajbogyót. Pontosan. Érted? Hát úgy könnyű. Úgy könnyű. Nekem meg 9-12 között nem ismertek boltba. Pontosan. Na és akkor jön az áztatós rész. Plusz, igen, közelébe készítjük a két poharat. Most az ott kávé, amit láttok. Ez egy kis meleg kávé lesz, amely kis meleg kávéval beletesszük, és elkezdjük beledobálni a kis darabokat. Ugye ezek nem lesznek nagy adagok. Ez csak egy pár falatos, csak így ez a fogyókúrás változat lesz belőle. Igen. Múltkor is olyan szépet csinált, amikor a Balázsnak csináltam én a pudingot, hát én csak összedobáltam menzásan, de ő utána csinált egy ilyen pohárkrémet, és gyönyörű lett. Hát egyébként, hogyha nagyon kevés, tehát ha nincs sok alapanyagunk, vagy tényleg nem akarunk sokat enni, akkor szinte minden édesség elkészíthető ilyen pohárkrém formában, aminek valami krémes része van. És én nagyon-nagyon szeretem azt, hogy akár pohárkrémnek megcsinálni, hiszen akkor enni ettünk belőle, nem állott két hétig, azért ez egy nagyon fontos dolog. Apukám írja, hogy a hókiflihez hó kell. Tehát igen, ezért meg nem, kifli. Ezért nem csináltuk meg ma. Hát nincs hó, gyerekek. Ahogy. Igen, viszont tiramisut készítünk, ami egy sütés nélküli sütemény, a hókifli helyett. Hókiflit télen kell lenni. Igen. Hát ugye annak idején még a boldogult béke időkben Esztergeles Cecília, aki ugye ugyancsak ugye játszott már a Veresét Színházban, ő mondta, hogy a világ legegyszerűbb dolga, bableves, két dolog kell hozzá, bab meg leves. Ennyi. Bocsánat, babfőzelékről volt, hanem bablevesre, de ez bablevesre is működik, tehát azt is nagyon könnyű megcsinálni emiatt. No, tökéletes. Jöhet az első kör krémre. És ezt a kis laza fölvert krémet. Egyébként ez a mascarpone krém nagyon finom. Én sose ettem még ilyet. Vagy hát biztos ettem, csak nem tudtam, hogy az mascarpone. Nagyon finom a krémje, isteni finom. Próbáljátok ki. Nyilván bármibe bele lehet rakni, egy sima sütibe is, vagy egy piskótába szerintem. Mert nagyon egyszerű elkészíteni. Kicsit drága az olaj vele. Nyilván azért nem olyan népszerű vagy elterjedt, mert eléggé drága, egy ilyen kis dobozzal is került 6 vagy 700 forintba, viszont ahogy látjátok, elég sok kijött belőle abból a kis dobozból. De sokan azzal rontják el, hogy ugye úgy számolnak a mascarponéval, hogy csak azt raknak bele, de hát ugye tudjuk, hogy nem csak azt rakunk bele, tehát itt is azért van bele tojás, tojásra föllazítjuk, tehát ez adagra egy jóval nagyobb lesz. Még egy réteget csinálunk majd rá, hogy azért legyen több réteg benne. Igen, azért tettük, Gyöngyinek mondom, hogy azért tettük pohárba, ugye, mert tök jól néz ki. Nyilván, hogyha nagyobb adagot csinálunk, vagy nagyobb adagokat, akkor lehet tepsibe, vagy valamilyen tálba rakni. De 10 fős csoportnál már azért kell. De mivel mi ketten vagyunk, és azért most már tényleg én is komoly edzésben vagyok, nem akartunk olyan nagyon sokat. Meg hát nyilván mondjuk, ha egy főzőműsorról van szó, akkor meg tényleg sokkal látványosabb, mint hogyha mindent egymásra pakolunk, aztán megszorjuk kakaóporral, és semmi nem látszódik belőle. Igen. Így meg azért tök jól néz ki. És azért ez még belefér a hétvégébe, hogy mondjuk egy ilyet betoljak az arcomba. Nekül? És nézzétek meg, hogy mennyire jól néz ki. És nem is kell hozzá semmilyen extra pohár. Ez például ilyen kapucsinos pohár, vagy mit tudom én, milyen ilyen kávés. Ez a láttés nagy pohár. Egyébként ezt is Tesco-ba gyűjtöttem, ott ilyen 4 darabos, tényleg nem drágák ezek, és nagyon látványos. A kusit elzártuk, aztán elzártuk, de még egy kicsit rotyog alatta. Nagyon jó, és ebben mindjárt kész is vagyunk, mert hogy egy dolog maradt. A kakaópor. Hogy a kakaóporból szórjunk rá, és tulajdonképpen a két pohár desszertünk így meg is lesz. Természetesen ugye kicsit most levegős lett az egyik, úgyhogy elforgatjuk, hogy úgy látszódjon, mintha itt végig lenne. De hát arra még azért majd rakunk. De hát ezekre majd mit fogadnunk. Ez úgy majd mellé esszük a
Nem, hát még majd csinálunk rendeset is, tehát most nagyon elmondtuk, hogy... Igenis, öcsi, fogjuk küldeni. Mindenképpen ezt a két parat most becsomagoljuk, és elküldjük Szatmár Németibe. De cserébe ti is küldjetek a kopálinkát, mert csak így megy. Tehát igen, szeretném minden nézőnek mondani, hogy a műsor sorozat végén, amikor az egész karantén történet véget ér, akkor jön az, amikor ti fogtok nekünk főzni. Tehát nézzük onnantól kezdve, mi csak megyünk körbe. Igen, tehát... És na nézzétek meg, milyen csodálatosan szép. És tulajdonképpen semmi extra, ugye mascarpone krémet kell hozzá és megvenni, meg ilyen Lidlivel, meg Aldiba lehet kapni ilyen baba piskótát, amiben nem tudom, 4 vagy 3 ilyen csomag van, tehát őrületesen sok, és nem is olyan drága. Van otthon kakaópor, és csak ennyi az egész, hogy ezzel a mascarpone és cuccal megcsináljátok, és tök jól néz ki. Jó, akkor foglaljuk össze a mai napot, hogy vissza is veszem a dolgokat, mert tulajdonképpen meg vagyunk mindennel. Csoda történt, és akkor, 1 óra 20 perc alatt. Igen, Mária. És akkor én mindjárt ki is tálalok nektek, jó, hogy igen, lássuk azt, hogy mik is készültek. Kiveszem minden a húsit. Ugye ez a hús, ez csülök. Ezt apukámtól kaptuk, és igazából én ebből bablevest akartam csinálni, ez így nem lesz jó. Bablevest akartam csinálni, de az a baj a bablevessel is, hogy az csak nagy mennyiségben érdemes. És hát egész egyszerűen, bár ez nem látszik rajtunk, de nem eszünk olyan sokat. És féltem megcsinálni, és most kapóra jött ez a... Jaj, van még vele. Belement a húsilébe a izé. Na, jó, ez tehát a elkészült a húsunk, tettünk mellett is répát, és már az is finom, hogy kicsit visszafél. Ja, igen, mert kimaradt a répa, úgyhogy... Kicsit több répát vártunk, ugye itt a levesünk, az kavar, nem mutasd meg, Cica, hogy szóval. Mindezt szedek ki, és akkor... Nem csak, hogy magába az edénybe is, hogy ez egy... Nem lett sűrű, tehát ez pont jó lett. Pont jó lett, még jó, hogy beleraktuk az összeset. Úgyhogy na, mindenki jó szándékul a kisebb rántást akar, de ez pont jó rántás lett rá. Én is, tehát itt majdnem hallgattam a többiekre, hogy... Na, és akkor ezt most kitálaljuk nektek, jó? És utána el is búcsúzunk, mert már elég volt belőlünk. És akkor majd egy hét múlva jövünk újra, még nem tudom, ki lesz a vendég, már nagyjából tudom azért, de még ő nem vannak tudja. Vannak gondolataink, igen. Még ő nem tudja. Na, akkor veszünk, én nekem ez nagyon kedvenc kis tányérom. Ezt Tesco-ba vettem, valami 100 forint volt darabja. 10 évvel ezelőtt? Igen, 2 volt belőle, és ezt a 2-t én elhoztam. Hol a, izé? Szedőkanál bent van. Ezt lötyincsünk azért egyet rajta, mert mégis azért megjárta a hadakutyát. Na, ezt a paprikát, ezt, igazából ugye a paprikát általában csak az íze véget szoktuk berakni. Na, ez egy zöld bableves, tárkonyos, borsika füves zöld bableves. Ebben zöld bab van, répa van, borsika fű, tárkony, rántás, ugye piros rántással csináltuk. És paradicsomos a piros rántás. És alaplével, ami nagyon fontos, hogy ez nem csak egy összedobált leves, hanem ez egy komoly előkészületet igényelt, mert hogy a tegnapi napon a csülökkel és a füstölt hússal 3 órán keresztül főztük, és ebből jött ki ez az isteni finom alaplé, amivel elkészítettük a levest. Ugye a húsit azt most nem fogom szétvágni, de azt nézzétek meg, ez így néz ki. Ugye ez a csülök, ami az alaplében főtt. Főtt, és aztán ezt kisütöttük. Ebből, ugye ahogy Erzsike is mondta, ebből lehet csinálni sóletet például, hogyha levagdosod róla, vagy lehet csinálni csak mellé simán egy lencsefőzeléket, vagy egy babfőzeléket, tehát hogy jó felhasználási módok ezek, hiszen semmit nem dobunk ki, és nem kell mindent egyszerre megenni, ez a jó benne. Ugye nálunk is az lesz, hogy a férjem ezt fogja majd vinni jövő héten ebédre. És akkor itt a tiramiszunk. Ezt majd le fogjuk nektek fotózni, és akkor majd meg tudjátok nézni, hogy milyen szép lett. Szóval, igen, már csúrog a nyálam a levesre, egész egyszerűen csúrog a nyálam a levesre. Akkor na, mondjuk el a közszolgálati részeket. Melyiket? Mindent. Már elmondtam. Ki, mikor, hol, mindent elmondtál? Szerintem igen. Akkor jövő, holnap, igen, holnap van vasárnap, holnap Komlósi Mihály fog főzni, karanténkutáskodik hajósról, ő is nagyon készül, úgyhogy izgatottan várjuk, és akkor jövő héten ugye Balázs, Andi és Pál Tomi elvileg fognak főzni, Tomi még lehet, hogy nem tudja, de majd szólok neki,
És hát jövő hétre most így egyet. Ja nem, igen, és akkor Varga öcsi, ugye, aki Szatmár Németiből vállalta, mint kihívott, hogy ő is főz nekünk valami finomat, vele is fogok még időpontot egyeztetni. Illetve apukám is mondta, hogy szeretne majd egy csányi gulyást elkészíteni. Ugye azt biztosan sokan tudjátok, vagy nem, de Szolnokon 21-22 éve most már ő csinálja a Szolnoki Gulyás Fesztivált, ami ugye most már nemzetközi hírnévre tett szert, és egy elismert fesztivál a Békéscsabai Kolbász Fesztivál mellett, úgyhogy ez nagy büszkeség. És az a jó hír, hogy lehet, hogy a Gulyás Fesztivált meg fogjuk tudni tartani szeptemberben, úgyhogy mindenki így, és tartsátok a távolságot, hogy ne terjedjen ez a fucking vírus tovább. Na, én elfáradtam, szerintem ti is, hogy Anna Mari mondta, baszod, ez nagyon fárasztó. Igen, az. Kész a kaja, mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánok, szeressétek egymást, vigyázzatok magatokra, és jövő héten újra jövünk karanténkuktákkal, és szombaton a színházi különkiadással. Köszi mindenkinek! Sziasztok!